veterán BMW-n volt, veterán korú, nem veterán állapotú BMW-n voltak. Ilyen E28, 35-i, E34, V8, E30 kabriók, és akkor nekem ez a Panamera, amikor egyetemista voltam, az akkor jött ki, és egy nagy csoda volt így, akkor láttam valahol először, utána dolgoztam CETEF-nél, ahol jöttek a Porsche és mérnökök, vagy a vezetők ilyen autóval, mindig is tetszett, és hát vártuk azt, hogy vártam azt, hogy olyan árba kerüljön, amikor megvehetem, és szerintem most járhat valahol egy ilyen V8-os Panamera az árgőbe legalján. Hát ilyen 9-10 ér már van. Igen. 9-10 megy ilyen V8-as, ez egy jó állapotú autó volt, egy barátom találta, így vele közösen autót gyűjtögettünk, van egy pár ilyen közös autónk, úgyhogy ebbe beugrottunk ebbe a Panamerába, de nem bántam meg, mert nagyon más, mint egy BMW szerintem. Nagyon jó autó, de például a városba, a dugóba most, hogy átjöttem, egy szenvedés. Tehát ugye a PDK váltó nem szereti ezt az araszolgatást, ez a dupla kuplungos váltó, az egész nagyon merev, nagyon nehezen forog a kormány, tehát ez egy olyan gépies érzés egy Panamera, úgyhogy erre nem jó ilyen városba, ilyen kényelmes autónak, de ahogy kiszabadulsz, például nagyon jó autó, nagyon jó autópálya, nagyon jó a fogyasztása még ennek is. Tele van ilyen apróságok, hogy ez a középkonzol, ez a rengeteg gomb rajta, mindent állíthat. Az jó. Én nagyon szeretem a fizikai gombokat, igen. Mint egy repülő olyan. Rengeteg apróság van a kocsin, hogy például az ajtó nem fix helyeken áll meg, hanem bárhol megállítod az ajtót, ha kinyitod. Ja, tényleg az volt ennek a nagy feature-e, igen. Ez gyönyörű. Ha ott az ajtónál, akkor nézd meg, hogy a könyöklő nem lenne elég hosszú, ezért tovább vitték a B-osztokra azt a kis bőrvöt, a kis háromszög kockát. Hát én cénél, ahol őket csináltunk, és ezek az apróságok teszik szerintem igazán Porsche-vá a Porsche-t. Most nyitogatnék poartartót, csak félek, hogy nem menne vissza. Na, mutatom, meg, kockáztas! Hogy, na jó, egyszer élünk, de ugye vannak ilyen poartartók. Más autóban nincs ilyen? Hát ezek olyan szép, nekem ezek nagyon tetszenek, hogy nem egy ilyen, tehát végigmegy ez a vonal rajta, a középkonzol, találkoznak az élek, a varrások, ugye nincs alapban ebben nincsen semmilyen zongoralak, nagyon szép a kilométer óra, oda ki van téve egy kijelző itt, ez érintős is, de lehet gombokkal is 2009-ben csesztetni. Van hozzá külön modul, amiket tudná a CarPlay-t, tehát ilyen retrofit modulokat tesznek bele. 4 sportülés van benne, és hátul is rohadt nagy. Tehát a Panamera az a többi ilyen divat kupéval ellentétben, az abba beférek én is magam mögé, tehát 191-2 centi vagyok, és a Panamera ezt elviseli. Ezért azt mondják, hogy ezért egy kicsit bumfordi a formája, de nekem ez a bumfordiság már tetszik benne, tehát nem egy ilyen szép kupé, tehát lehetett volna szebbre hozni a tetőt így rá, ha ránézek kintről látod, hogy mi volt az első terv szerintem, de ez szerintem különlegessé tesz, hogy egy CLS-sel vagy bármivel szembe. A kérdés majdnem egyidős az emberiséggel, hogyha olyan nagyszerű autó a 911-es Porsche, hogy akkor miért ne lehetne ugyanezt megcsinálni, akár rendes családi autóként is használható változatban. Ezen nagyon régóta dolgozott már a Porsche, ugye már a 70-es években kijött a 928-as, de mindenképpen kellett volna egy rendes négyajtós, és már rájöttek rége, hogy ebben a műfajban, tehát a teljes értékű 4 vagy 5 ajtós családi, normál szedánban a konvencionális megoldásoké, tehát kell egy ormotor, és egy hátsó kerék vagy összkerék hajtás, és tulajdonképpen mondhatjuk, hogy ez lett volna a 928-as utóda, de hát egy kicsit a dolog elcsúszott, és mire megcsinálták a rendesen használható 5 ajtós szedánt, addigra tulajdonképpen, ami Porsche, addigra tulajdonképpen már messze nem volt akkora attrakció, hiszen 2009-re már mondhatjuk, hogy 7 éve piacon volt a Porsche Cayenne, ami a családi autónál sokkal nagyobb szentségtörés, sőt, az volt maga a szentségtörés, az ősbűn, ahhoz képest ez nem is szentségtörés, csak egy normális, érdekes, izgalmas projekt. Hogy a motorja, ami hát nem az alapmotorja, mert ugye ebből volt V6-os dízel is és V6-os benzines is, de hát nevezzük ezt első tisztességes motornak, egy
V8-as, egy 4,8 literes V8-as. Lehetetlen megmondani, valószínű Porsche mérnökök tudnák megmondani, hogy akkor itt külön fejlesztettek-e egyet, hiszen a Cayenne-nek a V8-asa az ennél kisebb volt talán, 4-5, 4-6, ilyesmi. Azt viszont olvastam valahol, bár ugye írni bármit lehet, de hogy a V6-os benzines az nem egy Volkswagen vagy egyéb származású benzines, hanem az ugyanaz, mint ez. De most fejben nem fogom elvégezni a számítást, hogy ebből elveszek két hengert, ugye a 4,8-at elosztom 8-al, és utána azt megszorzom 6-tal, kijön-e, de majd ide kiírom. Ugye ez a turbó nélküli változat, tehát nem kell keresgélni, hogy hol jön ki, hol megy be, és hol vannak a turbók, ez viszont egy szép szellős gépház. Menetirány szerint jobb oldalon van még egy plusz motortartó bak, amit itt a bal oldalon nem látok, de hát lehet, hogy le kéne vennem a napszemüvegemet, és akkor minden jó lenne. Raktak egy kis hangszigetelést a géptetőre, na. Hol a tengely? Itt a tengely, hát a motor kisebbik része van a tengely mögött, de nem is mondta senki, hogy ez orrközép motoros volna. Ez egy normális, konvencionális autó, a többek között ezért is tud benne annyi hely lenni. Van csomagtartója is, meg nyitható szárnya is. Hát, hogy ez most mekkora... Tudod, a régi csomagtartó méterrudunk az volt, hogy a Renault Thalia az első, az a borzalmas, hogy annak 510 liter. Ennek lehet, hogy nincs annyi, de biztos síkba dönthetők az ülések, ez a mi másik méterrudunk. Na, van benne csomagtartó. És most akkor tényleg ki kell próbálnom, mielőtt beülnék előre, hogy tényleg van-e hely hátul. Bár az 1,90... Jézus! Elfér a fejem! De hát ez hogy történt? A sapkát se kell levenni. Elfér a lábam. De még hogy elfér a lábam magam mögött? Uram, atyám! Hogy tudtak ekkora helyet csinálni? Ó! És hátul is szellőztetett ülés. Ó! És hátul is sportülés. Hát egyébként igen. Mindegy. Tényleg el lehet férni. Ennek a jól elférésnek, mint bevétel, a kiadási oldal, hogy tényleg óriás vérszívás ment a Panamérával, hogy hát ronda ez a púp. És egyébként érdekes, hogy látszik, hogy optikailag megcsinálták azért a 911-es vonalát, mert ez így nagyjából úgy megy, és itt, tudod, mint a csúcsponton túllévő szubrett, amikor már nem tudja annyira szűkre húzni a fűzőt, és akkor ilyen optikai feketítések jönnek, de szerintem egy állatság, hogy ronda volna, hát eleve itt ez a szép válasítás, hogy meg van válasítva, és mégse tűnik el semmi az utastérből, ez hogy? És van még csomagtér is, hát ugye a második generációt, ami azt hiszem 6 év után jött, azt szélesebbre és laposabbra csinálták, hogy ez a púp ne legyen, de hát nekem egyáltalán nem fáj ez a púp. Jól néz ki a segge, hát a Porsche-nak a Porsche betűtípus óriási kedvencem. Jobbról tankolunk, azt hiszem 80 liter a tank, vagy 100, szóval van neki rendesen szép ez a szárny, kicsik a tükrök, és nagyon 911-es Porsche alakja van. Az orrának, hát ez még ugye az első vízhűtéses generációnak ez a nem annyira homogén lámpája, de szerintem ezt utána nagyon behomogénesítették, tehát hogy még itt se törjön meg, és az jobban is áll a Porsche-nak. Egy kicsit talán mattult az üveg, de ha azt mondják, tegye fel a kezét, aki szerint rosszul néz ez ki,
akkor az enyém lent marad. Olyan ez, mint a... melyik Rolls-Royce volt, amelyik százas tempónál a legerősebb zaj az óra kattogása, hát itt a kronócsomag. Gyújtás nélkül is járna. A rádió egy fizeti majd a számlát. Hát akkor húzzuk délbe a PDK-t, tényleg kettesből indul, most is. És tényleg van valami olyasfajta, azért jellegzetesen porsés, nehézkes csatahajó jelleg. Ez a Duda, ez csak valami műhiba lehet. Majd szólok Istvánnak, hogy te is, kiment a Duda. Szóval még 70-nel sem megyek, de már 6-osba rakta magát a PDK. Hát igen, bármit mondjon is Elon Musk hasznos hülyéinek hadserege, azért ez a gomberdő, ez jó dolog. Tehát sokkal jobb, mint egy darab tablet, tehát elsőre tényleg lehet, hogy elveszetten ül benne az ember, de nagyjából 10-15 perc használat és megtalálsz mindent, és attól kezdve tudod, hogy itt van az AC, itt van a kipufogó nyitó gomb, amit itt még nem nyitok meg. Arra vagyok büszke, hogy nagyjából Dél-Újpesttől Dobogókőig sikerült 14,4-re levinnem a fogyasztást, 14,3-ra levinnem a fogyasztást. István megkért, hogy a hosszú távú fogyasztását nehogy lenullázzam, a rövidet sem fogom egyébként. Tesztautóban ilyen szerintem 20 éve nem történt velem, hogy megtanulom a kezelését, hogy a menürendszernek ilyen mélységeibe beletalálok, itt van az ő 8156 kilométeres átlagfogyasztása, 12,8. Hát, hogy ez sok vagy kevés egy 400 lóerős autótól, meg tudom mondani, az kevés, az nem sok egy összkerekes 400 lóerős V8-as automata 1800 kilós benzinestől? Nem, az egyáltalán nem sok. Hát én a 180 lóerős 1700 kilós hátsó kerékhajtásos automata tehenemmel járok ugye olyan 13 az a minimum, tehát 13-15 között van az átlagom. Igaz, hogy ebben már 70 ezernél volt egy motorcsere, még az előző tulajnál valami olajozási probléma miatt, de hát nem lehet minden motor örök életű, mint a Toyota legendás 5WZ-FE motorja az én tehenemben, amelyiknél csak 270 ezernél kellett motor cserélni valami rejtélyes víz probléma miatt. Na, amíg átjöttem a városon, csak igazat tudtam adni Istvánnak, aki azt mondta, hogy hát városba nem jó, tehát hogy küzdelmes, tényleg nehéz a kormányzás, tényleg olyan nehézkes mindene. Egyébként a 911-esről is ezt szoktuk mondani, de hát legutóbb az a 997-es, tehát a második vízütéses generációs 911-es már nem volt valahogy olyan nehézkes az 1300 kilójával, mint 20 évvel ezelőttről emlékeztem. Igazából, ha gyorsan akarsz menni, akkor egy jó társad lesz a 911-es Porsche, nem csak a Boxster. Ez pedig, ahogy már kijöttem az országútra, már itt rémületesen könnyed, tehát már 70-es tempónál is igazából minden a helyére került. István azt mondja, autópályán csodálat, tehát ott nagyon le tud menni a fogyasztás, de hát elfelejtettem megkérdezni, hogy mennyire. És hát itt pedig... Ja, jó, most ha kinyitom a kipufogót, történik-e valami. Vagy csukva van. Aha. Hát azt talán ez a nyitott, vagy nyissam ki az ablakot.
keresek valami visszajelzőt. Ez nem. Kapcsoljuk vissza. Kettes ez az. Hát ennek van hangja. Vissza kettő. Hát az ördög tudja. Így már ordít minden, hogy felhúzott ablakkal, meg mindenhogyan néma. És ugye a szörnyű döbbenet... Szörnyű döbbenet engem akkor ért, amikor azzal a 911-es a 320 lóval elkezdtem errefelé egy előzést, és kimentem a szembesávba, nem jött szembe senki. Hosszú volt a busz, hát egy standard busz hossz. De azért jött a kanyar, és ott gondoltam végig, hogy előzzek, ne? Igen, ne? És egyre közelebb jött a kanyar, és a végére, amikor igazi kreténként eldöntöttem, hogy na jó, mégis... Hús! Nem történt semmi. Tehát annyira könnyedén ment és fordult el utána a kanyarba, de hát egyébként... Ja, hogy rakjam sportba, azt mondta István, jó? Velem lehet beszélni. Szerintem ezt mindenki a Porsche-től tanulta, hogy azt hiszed, hogy zseni vagy, és hát valójában valószínűleg egyszerűen csak egy jó autóban ülsz. Igen, és az a baj, hogy nagyon könnyen az illegális sebességtartományba keveredsz, illetve kanyarokban is, ahhoz, hogy jó legyen, és egy kicsit értékeld a futóművet, mert körülbelül a sebesség, a megengedett sebesség duplája. Hogy befekszik. Jaj, rémületes. Nincsen benne sper, de valahogy úgy tesz, mintha lenne. Distance, direction, GPS, reception, travel time, ez az. Na, még mindig csak 14.9. A mai, ebben már benne van, hogy István valahonnan Dél-Budáról vagy Dél-Pestről hozta, és rakparton araszolt végig. Ja nem, hülye vagyok, ez nem 400 ló, ez a 420, hiszen ez az S. Van, amire 4S. Én azt hittem, hogy ebből sokkal könnyebb kéziváltóst szerezni. Hogy sokkal több volt a kéziváltós. De hát ugye ez egy első éves, 2009-es Panamera, és nem nagyon létezett. 20 colos kerekek, hát nagynak is néz ki. És a belseje, az eleje, itt a belseje pedig egy rendes, tisztességes Porsche belső. Hát ugye István nem véletlen dolgozott autóbelsőkön, azt mondja, hogy még ennek a belsőn is a cége dolgozott, hogy azt mondja, hogy összesen két rossz alkatrész van, amiknél ő Volkswagen-ségre gyanakszik, hogy kicsit ez a ragacsosodó műanyag ehhez a két tekerő, tényleg. Málik ragacsosodik, de egyébként ez egy elég jó belső. Hát ezeket a gombokat meg én aztán meg nem fejtem, hogy mi micsoda, kézzel nyitjuk az árnyékolót, és utána gombbal a napfénytetőt. Semmi extra, egyszerűen csak az a vicces, hogy ennyire írtózatosan kényelmes. Hát ugyanaz a csoda, mint a menésével, hogy ez meg hogy tud ennyire sportos lenni tényleg, hogy ennyire jó érzés ezzel az 1800 kilós autóval. Én ilyen vígan még nem, hogy a dobogókői szerpentinen nem keltem át, de szerintem máshol se. Porsche valamit nagyon jól csinál, hogyha megnézzük a modelleladásokat, ugye arra már kénytelen voltam rájönni, hogy
hogy a 911-es csak tényleg a nagy tortán belül lett egy kisebb szelet, de hát 1998-ban fogyott 144 ezer Porsche, 2018-ban, tehát két évtized múlva meg 256 ezer. Tehát több mint megduplázták az eladásokat. 2020-ra 90 ezer Panamerát adtak el, és hát lehet, hogy több Macan fogy, lényegesen több Macan fogy, tehát ez a Macan Cayenne, ez az élmezőny, meg most már a Taycan is zárkozik fel a Panamerára, de a Panamera még mindig egy alap Porsche, és szerintem az is marad, bár most már így 2024-ben egy nagyon sportos családi szedán rettenetes anakronizmusnak tűnik, majdnem mint egy acetilén lámpa a LED világítás helyett. A rondaságról azt el kell mondani, hogy az alapja, vagyis a szellemi elődje volt egy 989 nevű tanulmányautó, amivel gyakorlatilag már ugyanezt megcsinálták. Képeken szerintem nagyon hasonlít, de aztán aki azt a projektet vitte, az elment a Porsche-től, és a projekt gyakorlatilag megnyaklott. De szerintem egyébként az se nézett ki rosszul. Annak van egy nagyon nem előnyös nézete valahonnan s régen szemből, de azon túl nincs vele semmi baj. Ezt már Michael Maurer tervezte, aki ugye egy tőzsgyökeres német, ott is tanult forma tervezni, és még a múlt évezredben dolgozott a General Motorsnál és a Saabnál is. Egyébként lehet, hogy onnan jött neki ez a szeretet. Az analóg gombok iránti szeretet és megbecsülés. Ezeket szeretem én, az alapváltozat, meg az egyel erősebb, tehát a szívó. Tehát biztos jó a turbó is, aminél azt hiszem a Turbo S az, amelyiknél már az Iker turbók is nagyobb méretűek, és annyira botrányosan erős, hogy 3,5 másodperc alatt csinálja meg a 0-100-at, amit hát már egy motorral, ugye a motor... Bármilyen... Jézusom, hogy kapaszkodik, és milyen jó lehet ebből egy sima hátsó kerekes, de hát az sajnos biztos, hogy... vagy majdnem biztos, hogy nem létezik. Igen. Én... nagyon régen, mikor először vezettem 911-es Porsche-t, az akkor valahogy ilyesmi élménynek tűnt, és ahhoz képest az a 997-es, most így utólag elmondom a lépcsőházi gondolataimat arról az autóról, hogy az írtózatosan kicsinek, könnyednek érződött, nekem vezetési élményre nagyjából ez volt meg. Sport. Na, hova rakom? Most egy hármasba. Ja, most van nyitva. Hát... hogy húzom le az ablakot, az a baj, túl jó hangszigetelés. Ugye, hogy ezt az alakot azért lehet, hogy sokat szitták a formája miatt. Mondjuk nem tudom, hogy kik, és azok rajzoltak-e életükben akár egyetlen használható pont-pont veszőcskét is. Na mindegy, bárhogy herótozzák is a formát. Jézus Mária, ki az az állat, akinek ez a 420 ló kevés? De most komolyan emelkedőn. Az illegalitás határán még mintha kaparnának el a kerekek. Elképesztő fejletépő könnyedséggel mozog. Most már lassan kezdem elfogadni, hogy nem csak az az emberfajta van, mint én, aki a könnyedséget keresi, motorban is. Vannak, akik tényleg, akik azt élvezik, hogy egy egyenesbe elrúgják, és váááá! És hát valószínű nekik való a Turbo S,
minden más valakinek, hát itt ugye lefelé, itt végképp a motorerő. Vezettem egyszer Carrera 4S-t, mi Göbölyös doktorral együtt teszteltük, és ott is megdöbbentük, hogy úristen, hogy a Porsche az mennyire nagyon tudja a fickós összkerékhajtást. Az a vicces, hogy ez is. Igen, a 928-asnál volt ez a koncepció, hogy abban már voltak a 911-esén túlmutató értelemben vett ülések hátul, de azok még mindig csak olyan gyerekek elhelyezésre alkalmas ülések voltak, hogy hát igen, meg kéne ezt csinálni szedán formában a 911-es vezetési élményét. És hát megcsinálták. Tehát ezt megveszem viszonylag kompromisszummentesen, plusz az az érdekes megfigyelésem volt még városban vele, hogy egy ilyen Porsche-ban rá se néznek. Tehát itt valahogy hiába próbálták imitálni a 911-es formáját, az csak a magunk fajta elmeháborodottak nézegetik. Tehát átlagember nem érzékeli ebben a drága szedán. Tehát szerintem igazából még egy 7-es BMW-nél vagy S-mercinél is kevésbé feltűnő autó, főleg így feketében. De ilyet én 7-es BMW-ben soha nem éreztem. Minden 7-esben, minden S-merciben az volt, hogy hova, tulajdonképpen egész jó, hova, milyen erős, de ezt a gyilkos fickóságot, ezt a könnyedséget, ezt soha, pedig hát azok se voltak nehezek. Tehát oké, hogy 2 tonna, az mindenképpen 2 tonna, de sajnos most így zsigerileg nem mondhatok mást, hogy mintha tényleg a Porsche oldotta volna meg legjobban a feladatot. Érdekes lenne egy felmérés a Porsche tulajdonosok flottáiról, tehát tudom, hogy egy nagy átfedés van Harley Davidsonnal, ami a Porsche szöges ellentéte amúgy, tehát a Harley Davidson egy antimotor, miközben a Porsche az egy autó eszencia. Ilyen intelligens módon elengedett? Hát nem hiszem el, de ez miért? Hát ez hogy? Kicsit belelógtam a záróvonalba, de hát közszolgálat. Szóval tudjuk, hogy szar az út. Lebellibben. Hogy? Tényleg? Megy a 3008-asával, és azt gondolja, hogy neki ér, mert életében nem vedd be egy kanyart normálisan. De azt hiszi, hogy ezt tempóra játszák, de nem, ezt nem tempóra játszák, ezt alapvetően sávban maradásra játszák, tehát a szerintem már a felező vonal átlépés is játékból való kizárással járna. Na, Jézus, igazából amennyivel hosszabb, amennyivel nagyobb a tengely, amennyivel hosszabb, amennyivel nagyobb, köszönöm uraim, a tengelytávja, valahogy még az is, mintha adna az élményhez, az egyenesben tartáshoz. Na, nagyon jó. Figyelj. Hát, megadom. 10 millióért kompromisszummentes sportolásra alkalmas autó, főleg a modern mezőnyben, és családi. Tényleg. Hát annyi, hogy fogyasztani valóban inkább 15 litert fog, mint 10-et. Állítólag a dízel is jó. De nekem aztán édes mindegy. Igen, vannak akik
a piros lámpánál szeretnek meglepetést okozni a többi közlekedőnek. Ez minden lámpánál, ez lámpa nélkül, ez sötétben is. Nekem legalábbis nagyon kellemes meglepetést okozott.